A Csanád és térsége gazdakör 2013-ban alakult, és az elsődleges céljuk, hogy Makón és a környéken élő gazdák érdekeit képviseljék. Kádár József a szervezet elnöke elmondta, hogy közel 100 tagot jegyeznek, akik jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal és a lakosokkal is egyaránt, amiért hálásak. Így nem volt kérdés, hogy viszonzásképpen a tagok összefogtak. Nagyon sok segítséget kapunk, nevezetesen a székháznak a felújítása is, de egyéb rendezvényeken is, tehát hogyha bármi segítséget kérünk, akkor mindig számíthatunk a Kóváros önkormányzatra, illetve a polgármester asszony segítségére is, és ezért minden évben fontosnak tartjuk azt, hogy különböző adományokat adjunk most ebben az évben az Angyal Sóhaj Alapítványnak zöldség csomagot állítottunk össze. A felajánlást az elnök adta át az Angyal Sóhaj Alapítvány alapítójának, Farkas Lászlónak és Farkas Jó Erzsébet fővédnöknek, aki kitért a gazdakör korábbi jótékonysági adományaira is. 200 kg-os sertéshúsnak a felajánlását biztosították az elmúlt évben például rászoruló családok számára. Rendezvényeinkhez mindig nagy mértékben hozzájárulnak különböző mezőgazdasági termények adományozásával. Az idei évben az adventi időszakot élve, illetve adventi utunkon pedig 100 terménycsomagot ajánlottak föl, amelyben petrezselyem, répa, burgonya és hagyma található. Makói gazdák felajánlásaként kaphatta az alapítvány. Alapítványunk elsősorban nehézsorsú családoknak, illetve hátrányos helyzetű, megtört élethelyzetben lévő családoknak fogja adományozni. A gazdák az ajándékzöldségekhez egy-egy csomag szaloncukrot is tettek, így járulnak hozzá megajándékozott családok karácsonyához. Az adományokat a segítségnyújtás jegyében már a tegnapi nap folyamán elkezdte ingyenesen kiszállítani az Eurest étterem üzemeltetési Kft.